Köszöntöm kedves nézőinket, stúdiónk mai vendége Ács Sándor, a Dying Wish zenekarnak a gitárosa. Köszöntöm itt a stúdióban. Köszönöm a meghívást, én is üdvözlök mindenkit. Valószínűleg sokan ismerik már ezt az együttest, hiszen régi múltra tekint vissza. Mikor alakult ez az együttes, és mi volt, mi ihlette azt, hogy megalapítsák ezt a csapatot? 1996-ban alakult Püspöklalányban ez a zenekar. Én akkor még csak 15 éves voltam, tehát nem vagyok az alapítók között. Az alapító tagok között már csak egy tag van a zenekarban, Pap Lajos, ő alakította 96-ban. Hát az okok a metal szeretete, meg a zene szeretete nyilván. Hát abban az időszakban, illetve remélem, hogy most is egyre többen azért mindenki, vagy majdnem mindenki, azért rockzenés szeretett volna lenni. 96 azért, illetve a 90-es évek az nagyon termékeny volt rock és metal zenekarok szintjén, itthon is, illetve nemzetközi szinten is. És akkor már elindult egy ilyen északi vonulat, nagyon sok skandináv zenekar ütötte fel a fejét, egy teljesen új ízt hozva a heavy metal zenébe, és ezek nyomdokain indult el a zenekar, egy szintetizátorral megtámogatott, egyébként két gitáros, basszusgitáros, énekes, hörgős énekes felállású zenekar szintetizátorral megtámogatva, és sok északi hangulatú dallammal, így lehetett leírni az akkori zenét egyébként, és 96 óta gyakorlatilag majdnem töretlen a zenekar pályafutása. Volt egy pici szünetünk, amikor úgy gondoltuk, hogy egy 2-3 évre egy picit mást is kipróbálunk, de egyébként mai napig nagy lendülettel és élvezettel csináljuk ezt. Melyek azok a témák, amelyek érdeklik a zenekart, és amelyeket feldolgoznak a szövegeink? Igen, igen. A szövegeinkért Dömötör Balázs, az énekesünk a felelős. Uh-huh. Azt kell tudni a zenekarról, hogy az első 4 anyagunk az angol nyelven jelent meg. Majd amikor volt egy kis szünetünk ott 2007 tájékán, akkor eltelt néhány év, vagy 1-2-3 év, és akkor beszélgettünk arról, hogy hát újra össze kéne rántani ezt a csapatot, hiszen imádtuk csinálni, akkor feldobta az énekesünk Balázs, hogy oké, de mi lenne, hogyha kipróbálnánk a magyar szöveget. És akkor mondtuk neki, hát ez a zene alapvetően ugye angol száz vidékekről származik, tehát a legtöbb zenekar, illetve a legnagyobb nevek azért onnan Amerikából, Angliából jöttek és jönnek a mai napig. Ezért, illetve az európai zenekarok, nemzetközi szinten ismert zenekarok nagy része is angolul énekel, tehát nekünk ez fura volt, hogy most úristen, magyar szövegekre álljunk át, mert meg volt szokva, hogy angol szövegekkel dolgozunk, és azt mondtuk neki, hogy oké, Balázs, ha írsz egy jó magyar szöveget, megírod a Lopott idők dalra született egyébként az első magyar nyelvű szöveg, meg volt a dal, ha erre a dalra csinálsz egy jó magyar szöveget, jó dallamokkal, akkor megvettük és legyen. És megcsinálta. Tehát azóta is a Lopott idők egy koncertprogram kivehetetlen dala, tehát az összes koncerten a ráadás, illetve az utolsó dalok között van, a közönség nagyon szereti. És mivel ez jól sikerült, az első magyar nyelvű levezünk, a Tükörország dalait már így kezdtük el írni, és az már magyarul jelent meg 2016-ban. Említette, hogy igen, termékeny a zenekar, és lemezeket is említett. Összesen hány lemez jelent meg eddig? Hú, ezt össze kell számolnom. Ezt azért kell összeszámolnom, mert hivatalos nagy lemez éppen most holnap, 22-én, bocsánat, nem holnap, hiszen ez egy felvételről fog menni, úgyhogy hagyjuk. Tehát április 22-én jelenik meg a legújabb, a Világperemén című új Dying Wish nagy lemez. Amit nagy lemeznek nevezünk, az 5 darab lemezről van szó, de 6 CD jelent meg. Ennek az oka, hogy az első EP és az első demo az megjelent CD-n is, a Hammer kiadó támogatásával és segítségével. Így gyakorlatilag 6 CD-nk, de 5 nagy lemezünk jelent meg eddig, ez az 5. A Világperemén, ha jól számolok. 1, 2. Igen, jó szám. Az eltelt időszakban biztosan számos fellépés se volt a zenekarnak. Van olyan fellépés, amely maradandó volt és nagy élményt jelentett a csapatnak? Van, abszolút. A 2000-es évek elején, 2001-ben jött ki a Never Ending Road lemezünk. Mai napig azt tartjuk talán a legsikeresebb lemezünknek. 2021-ben egyébként meg is ünnepeltük ennek a újrakiadással, egy összeverbúváltuk a régi csapatot, az akkori tagságot, volt 2 koncertünk, egy Karcogon, egy pedig a Barba Negrában Budapesten, és kihoztuk azt a lemezt újra maszterelve, tehát följavítva a hangot,
CD-n, illetve vinillemezen is, tehát bakelitlemezen. És az a 2000-es évek eleje 2000-től mondjuk 2005-ig az nagyon termékeny volt. Ott rengeteg nagy zenekarra, külföldi zenekarokkal játszottunk. A legnagyobb színpad talán a Petőfi Csarnok szabadtéri színpada volt. Ott az In Flames nagy ikonjaink előtt játszottunk, hatalmas buli volt. Illetve abban az időszakban a szigeten volt egy hammer sátor, egy heavy metal sátor, ahol 2-3 ezer ember is befért, és ott gyakorlatilag mindig telt háznak vagy telt sátornak játszottunk, imádtuk azt a korszakot. Változik minden, változik a zenei piac gyakorlatilag, de azt látjuk, hogy egy hasonszörű zenekar, mint mi, azért csinálja ezt, mert szereti. Tehát, hogyha most 38-an vannak a koncerten, vagy 210-en, majdnem tök mindegy, tehát nyilván szeretjük a minél többen, de egyszerűen ez annyira bennünk van, és annyira szeretjük ezt a folyamatot, akár a dalírási folyamatot, akár a stúdiózást, akár az ezután következő mostani időszakot, amikor készülünk az első lemezbemutatónkra, ami március 31-én húsvét vasárnap lesz Karcagon a Hemóban, az IFI házban. Rendeljük a pólókat, a nézők láthatják, hogy az új lemezünk pólója világperemén borítós pólóval rajtam érkezik, majd jövő héten már a koncerten be lehet szerezni majd a CD-t, a vinillemezt, a pólókat, és egy csomó minden dolgot rendelünk ilyenkor, lesz egérpattól kezdve sörnyitóig minden, és ez egy tök jó időszak. Elindul a lemezbemutató koncertek sora, eddig 10-12 koncertünk van leszervezve így az év első felére, de ez folyamatosan bővül, úgyhogy ez csak a szeretet viszi, még mindig egyébként, illetve a kreatív folyamatnak az élvezete gyakorlatilag. Akkor ez a zenekar számára egyfajta örömzenélés. Abszolút, igen. Abszolút. Elmondtam most a programokat, a jövőt tekintve is, hogy le vannak már szervezve fellépések. Hol? Itt az ország, gondolom, több településén, itt Karcagon is említette a 31-eit. Mindig Karcagon, vagy majdnem mindig Karcagon tartjuk az első lemezbemutatót, ez nekünk a hazai pálya. Tehát attól függetlenül, hogy Püspökladányból indult a zenekar, most már nagyon sokan karcagi zenekarnak tartják a Dying Wish-t. Itt a Hemóban mindig évi 2-3 bulink van, olykor nagy zenekarokat, Moby Dicket, Kalapácsot hívunk, olykor pedig hasonszörű zenekarokat. Most idén a Sidetrack, illetve most 31-én a Sidetrack nevű karcagi zenekar fogja nyitni, aminek az a különlegessége, hogy illusztris legendás karcagi zenészek vannak benne, Elek Jani barátunk, Mars Illés, Lord Timur és Törőcsik Pisti a doboknál. Ez egy nem régi formáció, Elek Jani gyerekkori dalait vagy fiatalkori dalait vette elő a zenekar, úgyhogy nagyon vágyjuk, aki nem maradjon le senki, az jöjjön időben, mert ezt a bandát meg kell nézni. Majd a Salvus zenekar jön, őkről azt kell tudni, hasonszörű zenekar, mint mi vagyunk, egy hasonló stílusban mozgunk. Ők szerepeltek a dalversenyen egyébként, a Barát című dalukkal, onnan nagyon sokan ismerhetik, és dupla lemez bemutatóra készülünk, mert nekik is most jelenik meg a lemezük, úgyhogy gyakorlatilag a Salvus és a Dying Wish lemez bemutatót fog tartani, tehát különleges koncertre kell számítani. Hát én további lendületet kívánok az együttesnek, és termékeny időszakot az elkövetkezendő évekre is, és sok-sok örömet a zenélésben. Mert nagyon az látszik, köszönöm. hogy örömmel muzsikálnak együtt. Köszönöm szépen a lehetőséget, köszi. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is.